porzik a város, és a templomnak a teteje megemelkedik, és utána összeesett. Így emlékezett 9 évvel ezelőtt Sárai Ferenc helytörténeti gyűjtő 1945. március 4-ére. Ezen a napon az angol 100 légierő 127 repülőgépe 5 hullámban megtámadta Szombathelyt. A szőnyegbombázásban több mint 400-an vesztették életüket, romba dőlt több fontos középület, műemlék, a város 4471 lakóházából 3575 sérült meg. De azt végképp nem tudta, hogy hol laknak, és kik azok az ártatlan emberek és férfiak, és nők, gyermekek és idősek, akik elpusztultak az értelmetlen bombázások során. Ökumenikus szertartás keretében elevenítették fel a 73 évvel ezelőtti eseményeket a Ferences templomnál, az Assisi Szent Ferenc kollégium falán elhelyezett dombormű előtt, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécses helyét. Innen az Elte Szavári Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületéhez vonultak az emlékezők. Itt állt az egykori színház és városháza épülete. Hende Csaba ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy a megújult tér és a püspöki palota újjáépített szárnya bizonyíték arra, hogy minden pótolható, kivéve azok, akik a bombázásban életüket vesztették. Azért jövünk el évről évre, hogy elszoruló szívvel és dadogó nyelvvel fejet hajtsunk az áldozatok emléke előtt, és imádkozzunk azért, hogy ők békében nyugodhassanak, mi pedig, és gyermekeink és unokáink is békében élhessünk. Az ünnepség végén a megye és a város előjárói megkoszorúzták a bombázás 60. évfordulójára elhelyezett emléktáblát.